A Vöröskereszt munkatársai és önkéntesei az eddig megszokott helyen, a Nyírplázában kialakított helyiségben fogadják az adományokat. Tavaly csak nem 9000 családhoz sikerült eljuttatni az egység csomagokat, amelyekben többféle cikket, például élelmiszert és tisztítószereket is elhelyezett a segélyszervezet. Ebben az adománygyűjtő akcióban várunk pénzadományt, tartós élelmiszert, tisztítószereket, édességet, mosott és vasalt ruhát, játékokat, olyan dolgokat, amiről úgy gondolja bárki, hogy számára már esetleg felesleges, vagy nyilván a pénz, a tartós élelmiszer az nem, viszont úgy gondolja, hogy megteheti azt, hogy más emberen, rászoruló embereken, embertársaikon segítsen. A megyei igazgató elmondta, egész évben érkeznek a Vöröskereszthez az adománykérő levelek. A legtöbb rászoruló leginkább ezekben a dolgokban szenved hiányt. Ilyenkor, amikor közeledik a karácsony, mindenki arra törekszik, hogy a családja számára egy szeretetteljes, békés ünnepet tudjon biztosítani, még akkor is, hogyha az egész évüket, vagy lehet, hogy az életük jelentős részét a nélkülözés jellemzi. A segélyszervezet a beérkezett adományokat kiegészíti, majd egységcsomagban juttatja el a rászorulókhoz. A Vöröskereszt munkatársai december 22-ig minden nap 10 és 18 óra között várják az adományokat a Nyírplázában.